A korlátozások enyhítésének köszönhetően újra látogatható a gyermekes családoknak a bereki játszótér. A részletekről Molnár János kérdeztük Berekfürdő polgármesterét. A vírus még itt van közöttünk, ezért fontos a kellő óvatosság, de a járványügyi helyzet javulásával Berekfürdőn is újabb egészségügyi ellátásokat vezetnek vissza az érintett település játszóterén is. Megnyitotta a településen a szabad területen lévő játszótér. Kettő közterületen van. Van egy az óvodában, ez természetes, hiszen minden óvodához tartozik, illetve a fürdő területén is van egy játszótér. A fürdő az most zárva van, amíg ki nem nyit, addig a játszóteret sem lehet használni. A közterületeken levő játszótereket megint az fontos, hogy az országos előírások betartásával lehet használni. Ezeknek a fertőtlenítése nagyon fontos. Azt már azon is túl vagyunk, hogy a játszótereken lévő játékokat, azokat le kell ellenőrizni, hogy biztonságos, ezeken túl vagyunk. És a használat függvényében ott pedig a fertőtlenítések, ezek fontosak. De itt megint azt tartom nagyon hangsúlyosnak, hogy akik használják, azoknak is oda kell figyelni. Egymásra is, a játékokra, a játszótéri játékokra is, mert nem mindegy, hogy ők hogy használják, milyen feltételekkel hagyják ott. De mi is figyelünk rá nagyon, hogy megint a távolságtartások, az egymásra figyelés, ez rendkívül lényeges. Az óvodában az óvónők, dajkák erre nagyon figyelnek. Ezt ha nem tudnám, akkor abból mindenképpen látom, hogy a fertőtlenítőszerek jobban fogynak a számlákon. Ezeket lehet látni, de ettől függetlenül is tudom, hogy ezekre nagyon odafigyelnek, és betartják ezeket az előírásokat. A játszótér újranyitása előtt ellenőrizték az eszközök műszaki állapotát, felületének épségét. Berekfürdő polgármestere elmondta, hogy a felületeket rendszeresen tisztítani kell. A talaj fertőtlenítésére nincs szükség, azonban a homokozóban lévő homokot lecserélték, és ezt a szezon alatt többször meg kell ismételni. De nagyon várják már, hogy mikor lehet menni, pláne most, hogy jobb idő van. Azt tapasztalom, hogy inkább sétálnak, vagy kisebb közösségekben próbálnak egymáshoz elmenni, már amennyire ez lehetséges. De a közösségét is szeretnék minél jobban igénybe venni már. Tehát nehéz most már visszatartani a gyerekeket. A nyitás ellenére ajánlott, hogy zsúfolt játszótérre a szülők ne vigyék a gyerekeket, és a törlőkendő használata is javasolt. Hazaérkezésnél kezet kell mosni, és ruhát kell cserélni.